7 éve kétszer is játszott Portugália ellen labdarúgó vb s a, a 26-szoros válogatott hátvéd, aki azóta hazatért a légióskodásból, és most az MB2 sereghajtóból tavasszal hetediké megtáltosodónál játszik. Hasonlóan a Lovrencsis testvérhez, Gyepes Gábor soroksáról és az Európa bajnokságról. Hát erről beszélgetünk, ő a vendég. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Gábor, számodra meglepetés a magyar válogatott eddig ilyebbi szereplése? Nem, hiszen én már korábban is elmondtam, hogy ez a válog, ezt a válogatottat nem szabad összehasonlítani a korábbi évek válogatottjaival, hiszen egy nagyon-nagyon stabil csapat alakult ki, amelyet hát nagyon nehéz feltörni és nagyon nehéz megverni. És ugye az izlandi mérkőzés mutatta ő is a legjobban, hogy, hogy még veszes állásból is uh, sikerült időzérlesen fordítani, hiszen a, a másik fél egy olyan teljesítményt uh, tudtak nyújtani, ami alapján szerintem a, a mérkőzést is. Uh, meg lehetett volna nyerni, illetve megérdemelte volna a válogatott, hogyha megnyeri. A 11-es jogosnak vagy jogtalannak tartod? Én megmondom őszintén, visszanézve a szituációt, amiért 11-es ítéltek, szerintem az, az nem volt 11-es, viszont előtte, amikor ugye a, a királya próbálta még menteni a menthetőt, és próbált előtni a labdát, de nem sikerült, ott szerintem nagyobb szabálytalan, idézőjelesen nagyobb szabálytalanság. Amikor ott átesett rajta igen, a játékos. Történt, mm -hmm. úgyhogy, Hát ugye itt a mémeket látva hogy az interneten, egy tényleg így vicces volt mégis egy ilyen mérkőzésen ilyen, ilyen sorsdöntő hibát véteni. Na most ugye ebből a csapatból ezzel a bizonyos 7 évvel ezelőtti portugálok elleni vébés lejtőzőkön többen játszottak veled együtt. Hogyha azt a Portugáliát próbáljuk meg összehasonlítani a maival, mint ahogy azt egyértelműsítetted, hogy ez a mai magyar csapat ez jobb a korábbiaknál, akkor ilyen szempontból hogy tekintsünk a portugálokra szerinted? Én azt is elmondtam, hogy azért ugye a portugál válogatott leginkább ugye Cristiano Ronaldo függő, és én azt figyeltem meg, hogy azért a portugálok sem már azok a portugálok, akik voltak korábban, és ebbe az is beletartozik, hogy ugye Cristiano Ronaldo sem 20 éves, hanem ugye már 31, szóval ő, ő is azért öregszik. Annak ellenére, hogy ez a, ebben a szezonban is ugye nagyon sok volt rugott, de már nem rugott annyit, mint korábban, Úgyhogy azért, azért, változnak az idők, ők is változnak, szerintem a válogatottjuk sem azon a szinten játszik, mint ugye az elmúlt ugye, világversenyeken, elég, hogy csak ugye a legutóbbi ugye, világbajnokságra gondolunk, ahol eléggé ugye, leszerepeltek, és ezzel ellentétben ugye, a magyar válogatott meg, meg, nagyon sokat fejlődött, úgyhogy, úgyhogy szerintem már nem lehet ugye, itt ilyen fix ugye, győzelmekről beszélni, Szerintem a magyar válogatottnak sokkal nagyobb esélye van Portugál ellen nyerni, mint, mint a korábbi években. Nyerni, azt mondod, akár nyerni. Igen. Hát ebből a Portugál válogatottól azt láttuk két meccsen, hogy meglehetősen fásultak. És sematikusak. Én nem is azt mondom, hogy fásultak egyszerűen annyi, hogy, hogy, hogy már, már nincsen annyi klasszis játékosuk, nem is névben, hanem ugye a teljesítményben leginkább, mint, mint eddig. Ugye most ugye Kovács már gondolok, itt például elsősorban, akit ugye újra visszahoztak, azért mert, mert volt mondjuk egy. Hát szerintem egy teljes jó szezonja, biztos, hogy nem volt a besiktásban, mert ugye szerintem ősszel e, ott még volt, hogy játszott, nem játszott, nem szerepelt jól. E, ugye akkor még arra is volt szó, hogy miért nem a Gyugyák vitték a besiktáshoz, mert, mert akkor e, egy jó formában lévő e, Balázs tudtak volna leigazolni. Úgyhogy. E, e, kicsit olyan, olyan azt lehet érezni, hogy kapkodnak, vagy kapkodtak ugye itt a, az LB felkészülésnél. Ugye annan is sem játszik már ugye olyan magas szinten, mint, mint korábban, hiszen ugye a török ligában játszik, ami azért mégsem a Manchester United, úgyhogy e, e, én, én azt érzem, hogy azért a, a, a portugálok így e, most egy nagyon komoly krízisben vannak. Na most visszatérve ránk, és a, a hátsó oldalazatok szakembereként azt mondnak, hogy hogy a korábbiakhoz képest hogyan alakult, tehát hogyha a részleteket nézzük ennek a csapatnak a, a védekezése, ugye korábban gyakorta a baki széria felszerelés volt, főként a vége felé. Igen, mondjuk az tényleg is hogy azért egy csapatnak a védekezése az nem a, nem a meg a négy védőből áll, hanem, igen. hanem ugye az összes játékosból. Azért, Lász feladatait. Igen. Ami azért nagyon sokat változott az előző évekhez képest, hogy a válogatott védekezésben tényleg 11 játékossal védekezik, és mindenki nagyon precízen elvégzi ezt a feladatát még korábban. Lehet, hogy fizikálisan is voltak problémák, de, de mentálisan biztos, hiszen, hiszen a mostani válogatottra ránéz az ember, akkor azt látja, hogy, hogy tele vannak önbizalommal, élvezik azt, amit csinálnak, motiváltak, ami és nem is azt mondom, hogy is ez a, ez a, ezt kell kiemelni, hogy motiváltak, de valahogy úgy pozitív értelemben szól, hogy, hogy nem, nem, nem félnek, hanem, hanem, hanem az látszik a válogatottan, hogy, 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 előre akarnak menni, sikeresek akarnak lenni, és ehhez, és ehhez megvannak, mégis megvannak a, a megoldásaik is, nem pedig csak hogy a kérdőjeleket kutatják. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodva Nézek így a, a jövőbe. Na most Gábor, pont ez, hogy te, aki komoly bajnokságban játszottál, nagyon sokat légióskodtál, innentől kezdve, hogyha látjuk Bernd vagy látjuk a legtöbb játékost adó Ferencváros német edzőjét, szóval ezek a külföldi edzők, egy jól eltalált külföldi edző az az egyszerűen sokkal több friss iparági tudást hoz be ide, például a válogatotthoz. Ez lehet a különbség a, a magyar edzőkkel szembe, vagy pedig egy olyan magabiztosságot, amit olyan szakemberek nehezen szereznek, mert akinek nincsen sikerélménye már régóta? Én Nemzetközi ö... sikerélménye. Én, igen. Öm, a legfontosabb az, hogy a, a, ugye a hozzáállás, hogy, hogy, hogy pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz, azokhoz a mégis um, helyzetekhez, amiből ugye győztesen lehet kijönni. E, Megnéztem a, a, a sok felvételről a, a, a még 50 perc című dokumentumot. Igen, ezt a, a És kicsi, igen. Nagyon jól lejött az, hogy amikor magyar edzője volt a válogatottnak, akkor, akkor arról beszéltünk, hogy olyan gyerekek, nem, 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 a, nem, nem a Spanyolország vagy Németország ellen játszunk, hanem, hanem nem is nem épp, akkor ki volt a soron következő e, csapat, akit le lehet győzni, ezt le, lehet, hogy pont a románok hanem, hanem minden csapatot le lehet győzni. Szóval úgy kell kimenni a pályára, hogy 0 0 ra indul, ki kell menni, ki kell tenni szívünket, lelkünket, el kell végezni a feladatunkat, és lehet nyerni. Nem kell arról beszélni, hogy épp ki az ellenfél, teljesen mindegy, 11 ember ellen játszunk, ők is azon a pályán játszanak, ugyanazzal a labdával, lehet, hogy egy rossz napjuk van, ki tudja. És ezzel szemben meg, amikor, a, amikor a, már, már az a válogatott volt ugye a dokumentumfilmben, amit a Dárdai Pali vezetett, ugye a Bersor vezetett, ott meg azt lehetett érezni, hogy, hogy, hogy a csapat egybe van, nem, nem sajnálkozunk, meg nem, 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 sóhajtozunk, hanem mindenki tudja, hogy mi a feladata, kimentek a pályára és teljesítettek. Szóval, hogy, hogy nem mindegy, hogy, hogy, az, hogy az instrukciókat kiadja. Egy olyan, olyan ember adja, aki, aki lehet érezni, hogy hogy fél, vagy egy olyan ember adja, aki tudja azt, hogy hogy, hogy ezt a mérkőzést meg lehet nyerni, illetve azt, hogy ebből milagos, a mérkőzésben meg lehet, lehet ugyan, Pont ugyanaz az instrukció, csak ez a fontos, tehát hogy... Más, ez a, hogy rá, hát hogy hogy arra, Hogy, hogy, hogy úristen, úr, úr most az nem, nem is az a lényeg, hogy mit mond, hanem ahogy mondja. Uh -huh. Értelek. Na most akkor ezt fordítsuk le kicsire, mert ugye nektek az MV2-ben uh, valami hatalmas menetelés lett ebből a tavaszból, és ez... Uh, magyar edzővel, a magyar MD2-ben, de hogy ez, ez, ez hogyan sikerült? Ott voltatok az utolsó helyen, és aztán feltűztetek, mint egy rakéta. Tudjátok a magyarázatot? Hát egység is egyszerű, hiszen, hiszen ezért már nagyon sok olyat látunk, hogy egy csapat ugyanúgy bele tud kerülni rossz szériába, mint jó szériába, amikor a labda befelé pattan, illetve egy kifelé pattan. Összesen annyi történt, hogy, hogy volt egy nagyon jó téli felkészülésünk, azokat a játékosokat, akit a klub le akart igazolni, le tudta igazolni, és annak ellenére, hogy azért a tavaszfő is olyan szempontból nem indítottuk jól, hogy ugye a bajzát Peti még nem volt egészséges, a Szilágyi Peti meg pont megsérült egy a második meccsen, úgyhogy kicsit ugye megint abba a szituációba kerültünk, mint ősszel, hogy, hogy nem volt befejező csatárunk, de ennek ellenére olyan, egy olyan erős csapat egység kezdett kialakulni, ami is szezon végére vált ugye teljesé, de közben meg ugye jöttek azok az egy -golos mérkőzések, ahol, ahol mi rúgtuk azt az egyet, nem pedig az ellenfél. És ezt kezdte is szépen így, így össze, össze állítani a csapatot, mind ugye az öltözőben, mind, mind ugye a pályán, és ennek lett végül is az az eredménye, hogy, hogy itt ugye ilyen gózzáporos sikereket tudtunk aratni, és ténylegesen élveztük a mérkőzéseket. Mert amikor voltak ezek az egynullás meccsek, akkor azért mindig ott volt azért az abszam a, a, a hátsóban, hogy, hogy Úristen, mi lesz a végén, nehogy, nehogy, nehogy megint legyen egy megpattanó lövés, egy befújt 11-es, egy, mm. egy, egy akármi. Aztán jött az a ami... szakasz, amikor már élvezte az ember a focit. Igen, úgyhogy, úgyhogy volt is egyébként tavasszal pont a, a Szeged meccs után, hogy ami ugye egy-egy lett, és kiengettünk két pontot a kezünkből, leültünk ott a pályán, és, és megbeszéltük, hogy a gyerekek ennél azért sokkal több kell, mert, 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 csak úgy tudunk bemaradni, hogyha, hogyha, összefogunk, és 90 percen keresztül hajtunk, nem pedig elkezdünk örülni már egy után, hogy ez a meccs már megvan, hanem kőkeményen kell hajtani. Megbeszéltük, hogy azért végül is ez a játékosok zöme ragaszkodik is Budapesthez, Budapesten vagyunk, egy nagyon jó klubba játszunk, ahol azt mondom, hogy le a kalappal a vezetőség előtt, hogy, hogy mindent, minden feltételt ugye, megad a csapatnak. Csak a jövőre ugyanott? Hát nem, nem, sőt, hát itt e, azt mondom, hogy ha egy olyan csapat, ugye a mag úgy tudom, hogy megmarad, és még tudunk esetleg egy-két posztra erősíteni, akkor, akkor még, 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 távolabbi célként még, még, még komolyabb hmm. célokat ki lehet tűzni. Végére értünk, Gábor, még csak annyit, hogy közeleg a szülinapod. Mit kérsz? Milyen eredményt kérsz majd Lyonba? Hát természetesen, ugye, most ugye mindenki azt mondja, hogy győzelmet vár, én azt mondom, hogy, hogy jussunk tovább, szerintem a további ütesség is megvan. Még amit, hogy is, hogyha ma szakmai szemmel kell ugye, itt értékelni, akkor hogy legyen még, még benne a csapatban fejlődés lehetősége, és azért ez benne van, és én nagyon-nagyon én szurkolok nekik. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor legyen meg ez az ajándék mindannyiunknak. Köszönöm. Én is köszönöm szépen.